sötét fenn az ég, tiéd sehol sem ég, az arcomra álmos kötszitál. Süket sűrű csönd, némaság köszönt, és senki nincs, ki fénylő jelent, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Testvéreim, a Jóisten nagyon tapintatos hozzánk, ugye adventi gaudete vasárnap van, hét ágról süt a nap, igaz, hogy friss a levegő, de az így könnyebb elképzelnünk, hogy az adventi örvendezés vasárnapja van, hogy az Úr közel, nem csak ma, hanem mindig. Ez az örömünk oka. A liturgiában, mától kezdve a zsolozsmában, a invitatóriumban, a gyülekezésre hívó imádságban így kezdődik a fohász, hogy propertiam dominus, hogy közel van már az Úr. Ennek örülünk, jövő vasárnap este már szent este lesz. A szent misét köztünk rejtőzködő 75 évesét ajánlom föl, aki ugyanakkor most hálát ad a szüleiért is, testvéreivel együtt. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom, mindenható Istenben, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, úgy védkem, kérem ezért a búzusságos, mindenkor szepültelen szűzmárral, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. A mélyből kiáltok, Uram, hozzád, ne hagyd el, szabadíts meg! Mutasd meg magad, végtelen Isten, ne hagyj el veszni bűneimben. Uram, irgalmad, Uram, irgalmad, Uram, irgalmad, Uram, könyörögjünk.
Istenünk, Te látod, hogy népen milyen hűséges lélekkel várja Uránok születésnapját. Add kérünk, hogy elérkezzünk az üdvösség nagy örömére, és örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Egyedül a megváltó hozza meg az igazi boldogságot. A próféta így beszél. Az Úr lelke nyugszik rajtam. Azért kent föl az Úr és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Nagy örömmel örvendezem az Úrban, lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, s az igazság köntösét terítette rám. Felékesített, mint a vőlegényt, aki koszorút visel, és mint a mennyasszonyt, aki ékszerekkel díszíti magát. Mert amint a föld megtermi növényeit, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjasztja ki az Úristen az igazságot, és a magasztalást minden nép színe előtt. Ez az Isten igéje. Lelkem újjongva hirdeti Istenemnek dicsőségét. Lelkem újjongva hirdeti Istenemnek dicsőségét. Magasztalja az én lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Mivel tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. Lelkem újjongva hirdeti Istenemnek dicsőségét. Mert nagy dolgot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma, azokon, akik Isten félők. Lelkem újjongva hirdeti Istenemnek dicsőségét. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról. Lelkem újjongva hirdeti Istenemnek dicsőségét. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből. Testvéreim, legyetek mindig derűsek, imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja minnyájatoktól Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a lelket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg. Vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok. A békesség Istene szenteljen meg titeket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Hűséges az, aki meghívott benneteket. Ő majd végbe is viszi. Ez az Isten igéje. Ébredj ember, mi álmodunk.
igazságot mond, hogyha hívod, eljövő, egész bensőt imádja ő. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben föllépett egy ember, Isten küldte, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. János így tett tanúságot. A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt, ki vagy te? Erre megvallotta, nem tagadta, meghallott, megvallotta. Nem én vagyok a messiás. Ezért megkérdezték tőle, hát akkor talán Illés vagy? Nem vagyok, felelte. A próféta vagy? Erre is nemmel válaszolt. Azt mondták tehát neki, akkor ki vagy? Mert választ kell vinnünk. Azt mondták tehát, ezt felelte. A pusztába kiáltó hangja vagyok. Egyengessétek az Úr útját, amint Izaiás próféta mondotta. A küldöttek a farizeusoktól jöttek. Ezért megkérdezték. Miért keresztelsz hát, ha nem te vagy a messiás, sem Illés, sem pedig a próféták? János így válaszolt. Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánom jön, akinek még a sarusszíját sem vagyok méltó megoldani. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János tartózkodott és keresztelt. Ezek az evangélium igéi. Az adventi örvendezés vasárnapja van. Egy mondatban nehezen lehetne összefoglalni a szentírási szakaszok üzenetét, mozaikszerűek, de a mozaik kockáknak is van szépsége, önmagukban is. Az első olvasmány Izaiás próféta könyvéből vett rész, már a 61. fejezetből vesszük, tehát a zsidók visszatértek Jeruzsálembe, 514-ben fölszentelik a templomot, a letargiából már kijönnek, a földet újra művelhették, fölépítették a hajlékaikat, helyére kerül a kultusz. Ebben a helyzetben szólítja meg a választott népet Izaiás. Az első szakaszban egy
próféta jelenik meg, akinek nincs neve, de van identitása, tudja, mi a feladata, és a harmadik részben, a záró részben a nép hálaadása hangzik már fel. Tulajdonképpen Isten választott népének a küldetését próbálja fölvázolni a próféta. Legyen világos identitásunk, tudjuk, mi a feladatunk, és tudjuk magasztalni az Istent. Az identitás. Mi keresztények is ugyanúgy elmondhatnánk, mint a névtelen próféta önmagáról, az Úr lelke nyugszik rajtam, azért kent föl engem az Úr, és küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ez az alapvető küldetése Isten népének. Egy helyes identitás, az Úr lelke rajtam. Nem felettem, nem mellettem, hanem bennem. A megkereszteltsége együtt jár. Isten gyermekei vagyunk. És arra küldettünk, hogy örömhírt vigyünk. Szoktuk mondani, a magyar ember mindig kész a kesergésre, de még magyarként is szabad, elég keserű világunkban meglátni az örömet, a szépet. Ne keserítsük egymást. Vegyük észre a szépet, a jót körülöttünk. Sok szép és jó van. Ma is. Mindig síránkozunk. Egész ünnepekre engedjük, hogy ez az izaiási szöveg bennünk maradjon. Az Úr lelke rajtam azért küldött el, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, különösen az elesettekhez. Aztán tovább folytatja az identitását látó ember feladatát. Meggyógyítani a megtört szívűeket, szabadságot vinni, szabadulást hirdetni a foglyoknak, hirdetni az Úr kegyelmi esztendejét. És utána, mint egy rázendít a próféta a választott nép nevében a hálaadásra, az örvendezésre. Nagy örömmel örvendezem az Úrban. Lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett. Hadd álljok meg. Az üdvösség ruhájába öltöztetett. Mit jelent ez? A megtisztulás, a megtérés lehetőségét. Tehát az újjongás oka az új ruha, a megújulás lehetősége. Azért jó belépni úgy a karácsonyba, hogy valakik vacillátok, hogy elinduljanak-e hozzám gyónni messziről, aztán meg is jöttek, féltek elindulni, aztán megjöttek, és mondja a fiú, olyan rossz lett volna a karácsony, hogyha nem tudok gyónni. Ez az új ruha. Az igazság köntöse, az üdvösség ruhája. Mert amint a föld megtermi törvényeit, növényeit, és a kert a veteményeket, úgy sarjasz ki az Úristen igazságot és magasztalást minden nép fölött, között.
az Isten képes kisarjasztani az igazságot. Ebben az Istenben hiszünk. Sok-sok összevisszaság. Isten képes kisarjasztani az igazságot. Ebbe az Istenben ne kételkedjünk. Ezért tud örülni a próféta. A tesszaloniki levél részlet. Tudjuk, hogy a legősibb páli levél, Pál maga járt második missziós útján Tesszalonikába téríteni a zsidók és pogányok közül Krisztushoz. Hamar mennie kell, de azért a tapasztalatait visszatekintve az ott tartózkodás idejére megosztja a tesszaloniki közösséggel. 8 imperatívus felszólító mód szerepel ebben a rövid szakaszban, levelének a záró részében. Az ember próbálja csoportosítani, akkor mégis lehet tömöríteni ezt a 8 imperatívust. Az első, legyetek derűsek, hűséges az, aki meghívott benneteket, ő majd végbe is viszi. Az adventi öröm. Testvérek, az egész Szentírásban, amikor örömre, derűre hív a Szentírás, egyetlen érve van, hűséges az Isten. Persze sok naivitásról vehetjük ezt a mondatot körül, nem naivul kell szemlélni. Isten hűséges. Olyan szép a Zsoltárosnak a szava, hogy a halál sötét völgyében is ott jársz velem. Ez az Istennek a hűsége. Nem tudjuk, hogy fogjuk befejezni, milyen fájdalmak között, épp értelemmel, vagy eszeveszetten, de annyit tudunk, hogy az Isten hűséges, aki meghívott bennünket. Ez az oka mindig megvan az örömnek. Aztán a másik dolog, amit mond Pál apostol, vizsgáljatok meg mindent, és a jót tartsátok meg, mindenféle rossztól óvakodjatok. Tehát legyünk nyitottak, vizsgáljatok meg mindent, a jót tartsátok meg, bárhonnan is jön, de legyünk óvatosak is. Talán a nyitottságot kéne aláhozni. Hogyha az ember tud előítélet nélkül egy emberre rátekinteni, akkor még talán tudunk is segíteni neki, hogy közelebb kerüljön Istenhez. Öröm, nyitottság, és egy harmadik, amit aláhúznék ebből a 8 imperatívusból, azt mondja Pál apostol, ne oltsátok ki a lelket, és a prófétai beszédet ne vessétek meg. Az ősegyházban erősen jelen volt, hogy mertek a lélek indítására egymás előtt tanúságot tenni. A tanúságtétel az egyháznak a sajátja volt az ősegyháznak, sőt későbbi korok egyházának is, nálunk is. De olyan félénkek vagyunk. Talán még a házastársról se tudjuk megosztani, amit úgy hitben fölragyogott előttünk, ami megújított valahol, lökött rajtunk egyet előre. A tanúságtétel egy családi körben. Némely család tudja tenni estimánál, személyesen mondják el, hogy ma mi történt velem,
hol ragyogott föl Isten igazsága, közelsége. A lelket ki ne oltsátok, kéri Pál apostol. Ugye adventi gyertyagyújtás azért jelen van a családjaimban általában. Lehetne erre figyelni, hogy szép az, hogyha klasszikusokat olvasunk, akár szentírásból, akár irodalomból, de még szebb, hogyha személyesen merünk megszólalni, még a családtag előtt is. A lelket ki ne oltsátok, a prófétai beszédet ne vessétek meg. Öröm, nyitottság, tanúságtétel. A békesség Istene szenteljen meg titeket. Az egység megélése. A családon belül a karácsonyi hajrá nem mindig segít rá. De hogyha kérnénk az Istent, a békesség Istene, szálljon meg bennünket. Olyan jó lenne, ha most az idei karácsony családjainkban békességes lenne. És a karácsonyi hajrá egy picit csöndesedne. Lehet, hogy egyel kevesebb süteményfajta kerül az asztalra, és békesség van. Az is lehetne egy fogás. Nagyon szép az evangélium. Közben két része van. Az egyik a János prológus. Ugye fölépett egy ember, Isten küldte, János volt a neve. Itt is itt a tanúság szó. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról. És aztán egy epikus rész következik, kihagy 10 verset a János első fejezetből a liturgia. János ott van a pusztában, jeruzsálemi főpapok, írástudók nem látnak tisztán. Az akkori levegő tele van feszültséggel, a rómaiak a nyakukon, és várják a messiást. Van egy ideges, feszült várakozás. János népszerű lesz. Úgy látszik, hogy abban a korban ilyen mozgalom indult el, amit keresztelésnek nevezünk, hogy a bűnbánat jeleként megmosakodtak valami vízbe, vagy alámerültek. És a főpapok, írástudók, a Sanhedrin küld egy követséget Jánoshoz. Mondd meg már, ki vagy. Te vagy a messiás. Jön a felszabadulás. Mi mindig a politikai megváltásban gondolkodnak. És ahogyan az első olvasmányban a névtelen próféta tudja, ki ő, tudja az identitását. Az Úr lelke rajtam. János is egy világos identitást fogalmaz meg. Újra meg újra visszautasítja az írástudó kérdés, küldötteinek kérdéseit, hogy nem én vagyok a messiás, nem én vagyok Illés, hát akkor ki vagy? Testvérek, ez is egy nagyon nagy, nagyon szép jelenet, hogy egy kaotikus korba, amikor János élére állott a népi mozgalomnak, tudja a saját korlátait. Nem én vagyok Illés, nem én vagyok a próféták közül valaki, én csak vízzel keresztelek. A hiteles kereszténységhez hozzátartozik ismerni a saját korlátainkat. És akkor jön Jánosnak a tanúságtétele Jézusról. Egy világos beszéd.
én ki vagyok tulajdonképpen? A pusztába kiáltó hangja vagyok. Miért keresztelsz? Kérdezik tőle tovább, ha nem te vagy a messiás. És János válasza, mi mindig ez az önmaga határait ismerő János, én csak vízzel keresztelek, de köztetek áll az, akit nem ismertek. És tulajdonképpen döbbenetes ez a mondat így kiragadva a szövegből. Köztetek áll, akit ti nem ismertek. Még ránk templomba járókra is igaz lehet. Adatokat tudhatunk Jézusról, de hogy ki ő igazából, azt nem biztos, hogy tudjuk. Ahhoz nagyon-nagyon el kéne tudni csendesedni, imádkozva. Azt mondja valamelyik író, hogy a házasságról beszélve, hogy aki azt mondja a házastársáról, ismerem, azt is kimondta, nem szeretlek. Kismamák mit szoktak mondani? A picike minden nap tud valami újat produkálni. Az anyai szeretet az észreveszi a piciben minden nap az újat. Házasok sokszor már csak egymás szókapcsolatait értik, ugyanazt mondja mindig, és nem vesszük észre, hogy ki a másik, hogy már újat mond, mást mond. Hogy mernénk állítani, hogy ismerjük őt? Közöttetek áll, akit ti nem ismertek. Ha ebben az alázatban megyünk bele a karácsonyba, akkor azt gondolom, hogy karácsony megajándékozhat bennünket Krisztus mélyebb ismeretével. Karácsonynak a titka az az alázat, amit a betlehemi istálló jelez. Közöttetek van, akit ti nem ismertek. És Jézus még egyszer, vagy János még egyszer megfogalmazza önmaga korlátját. Arra sem vagyok méltó, hogy saru szíját megoldjam. És ez nem áll alázatosság. Ezzel János kimondja, még a rabszolgánál is kisebb vagyok. Krisztus az Úr, én vagyok a legkisebb. Ez is a karácsony felé menetel lelkülete. Közöttetek áll, akit nem ismertek. Arra sem vagyok méltó, hogy saru szíját megoldjam. Ajándék az is mindegyikünk számára, személy szerint is, hogy most együtt lehetünk. Amen. Hiszek egy Istenben. Mindenható Atyában, menj meg és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszerű fiában, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alázták a foglalóra, tartottak a föltámadó halottak közül, fölment a mennyre, ott ül a mindenható és Isten jobbjára, onnan jön a ítélőkig élőket és sokat. Hiszek Szentnél, hiszem a katolikusok nagy a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását
és az ő életek. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, hogy a tiszta lélek derűjével készülhessünk megváltunk eljövetelének ünnepére. Világosítsd meg, Urunk, Szent Atyánkat, Ferenc pápát és püspökeinket, hogy mindig a helyes úton vezessék népedet. Kérjük téged, hallgass meg minket. Irányítsd az államférfiakat, hogy jóléthez és boldogsághoz segítsék a nemzeteket. Kérjük téged, hallgass meg minket. Árazd el tanításod fényével az oltár körül egybegyűlt híveket. Töltsd el a keresztény szeretet melegével otthonainkat. Tedd boldoggá elhunyt testvéreinket örök világosságod által. Urunk, keresztelő János tanúságot tett Szent fiad eljöveteléről, add, hogy örömmel fogadjuk őt a földön, és boldogító látását élvezhessük a mennyben, kész és uralkodol mindörökkön örökké. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének kíséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Kérünk, Urunk, álljon előtted szüntelen, odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk, valósítsa meg az általad rendelt szent misztériumot, és hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus által.
őt előre hirdette a próféták szózata. Kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várja, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálára és feltámadására emlékezve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent élek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk,
egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, László és Tibor püspökeinkkel, valamint az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, valamint az összes megholtakról, akik irgalmat találtak nálad, és bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik előtted kezdettől fogva kedvesek voltak, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeret minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltónknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kész és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok,
akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, üdvözlő az örök életre. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Krisztus teste és vére. Könyörögjünk. Kegyességedét esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre. Krisztus, ami Urunk által. Amen. További szép örvendezés vasárnapot. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Jó az Úrban bizakodni, és jó az Úrnak halált adni, ő az élet reménysége. Yeah.